Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Véget ért a 2002-2003-as kispályás labdarúgó bajnokság első osztályú csapatainak küzdelem sorozata. Azt tudjuk, a fontosabb helyezéseket már eldöntötték a csapatok, így nehéz volt választani, melyik mérkőzést közvetítsük a 26. fordulóból. Nos, a Bretton RT maratonsport találkozót választottuk. A 2002-2003-as városi kispályás labdarúgó bajnokság első osztályának záró mérkőzésén, záró fordulójában a Bretton RT a maratonsporttal néz farkas szemet. Fehér mezben a Bretton RT, balról jobbra támad a képernyőn, zöld mezben a maratonsport csapata. Az az együttes, amely újoncként szerepelt az idei bajnokságban, az ősszel még hullámzó teljesítmény nyújtva, azonban a tavaszi idényben a maratonsport talán meglepetés csapatként lépett elő, hiszen remek teljesítményt nyújtott a tavaszi idényben. A Bretton RT pedig, ugye, amely együttes korábban Fedél Kft. Néven futott, egyenletes teljesítményt produkált az idei szezonban, és így a harmadik helyen zár a bajnokságban. A maratonsport pedig az elmúlt héten mindösszesen egy pontot gyűjtött be, és ennek eredményeként most csak a hatodik helyért csatázhat. A végelszámolásnál tehát legjobb esetben is csak a hatodik helyre érhet oda a maratonsport, de ez is remek teljesítmény a zöldmezes együttestől. Egyelőre a Bretton kapuja, illetve a maraton kapuja forog veszélyben. Sánta kapus bizony ideges is kissé korholja a társait. Két óriási lehetőség a fehér mezesek előtt, azonban mindkettő kimarad. Sánta a helyén van. A kaput kellett szintén a helyére igazítani a gólvonalhoz. Nézzük a két csapat összeállítását. A maratonsport kapujában tehát Sánta Tibor. Közben egy maraton helyzet, védett csóka. A kezdő csapatban pedig hármassal Fodor József, kilencessel Vég Tamás, fehér nadrágban játszik. Ezt azért mondom, mert két kilences is van a pályán, a másik kilences, Molnár Zoltán, tízessel Halmosi és négyessel Jánosi János. Ez tehát a maraton kezdő csapata. A Bretton RT kapujában Csóka István, előtte pedig 8-assal Zab, 9-essel Horváth Zoltán, 7-essel Horváth Zsolt, 3-assal Tóth Péter és 10-essel Major Attila. A Bretton oldalán 3 cserejátékos, a maratonsport kispadján pedig 5 játékos vár bevetésre. Jánosi fejeli ki a labdát, aztán Tóth Péter adja haza Csóka. Ismét a kapusnál Major. A negyedik percben járunk. Egyelőre gól nélkül. Molnár Zoltán esett el Tóth Péter belépőjét követően. Maratonsport szabadrúgás következik. Szerező vonalhoz közel. Fodor. Vég húzódik fel a jobb szélen, beteszi középre. Jánosiról pedig az alapvonalon túlra pattan a labda. Kirúgás. Csóka. Tóth. Horváth Zsolt. Tartja a labdát eddig a Bretton. Horváth Zoltán. Fodor ért vissza. Zab Zoltánt kísérte. Bretton bedobás. Vég előzte meg Horváth Zoltán, aztán ismét Végnek kell közbeavatkoznia.
Horváth Zsolt rossz helyre teszi vissza. Vég. Jó a cselek. Tóth Péter lép közbe jó ütemben. Zab. Vég. Horváth Zsolt. Zab Zoltán nem találta a labdát, Vég lépett közbe. Ő zavart. Tóth. Ő pedig kifejeli. Fodor kezében a labda. Halmosi. Major. Vég lökte. Zab Zoltánt a levegőben. Ezért jár a Bretton javára a szabadrúgás. Major. Tóth Péternek teszi hátra. Halmosi, és ebből akár fordulhat a maraton. Halmosi azonban rossz helyre adja a labdát. Zab. Tóth. Ismét Zab a labdával. Még megmenti a vonal előtt, kapura teszi, de már nagyon kisodródott, így az oldalhálót találta el. Hetedik percben járunk. 0-0 az eredmény. Maratonsportnak van mit törlesztenie a Brettonnal szemben, hiszen az őszi idényben a Bretton RT 3-0-ra győzött, jelenlegi ellenfelével szemben. Horváth Zsolt. Horváth Zoltán aztán megpróbált kapura fordulni, de elpattogott előtte a labda. Sánta kirúgása. Halmosi fejeli le Horváth Zolt, illetve Molnár Zoltán. Fodor. Molnár. Horváth Zsolt. Zab. Újabb bedobás. Horváth Zsolt lő, nem sokkal került el a labda a kaput. A játékszer azonban fölé szállt. Vég hozza fel a labdát. Horváth Zoltán a felező vonalnál veszi fel. A Bretton dobhat. Tóth. Egészen hátra kapusáig. Major. Zab. Horváth Zoltán a kapussal szemben teljesen egyedül, és ki is használja az ittszert. 1-0-ra vezet a Bretton RT Horváth Zoltán góljával. Mindez a 9. percben. Horváth Zsolt. Horváth Zoltán ismét, Sánta most véd. Nagy hanggal figyelmezteti társait, hogy figyeljenek jobban a védekezésre. Horváth Zsolt, Tóth Péter. Ebből most fordulhatnak a zöldmezesek. Molnár húzza meg. Tóth Péter visszazár, Molnár egy csel, és aztán Csókának kell védenie. Szöglet. Molnár a sarokrúgással átszáll mindenki feje felett a labda.
különösebb helyzet nem alakult ki ebből az akcióból. Vég, merre veszi? Almosi. Vég jön vissza. Vég. Tóth Pétert csapja be, és aztán gyönyörű gólt lő. Vég Tamás a gólszerző, 1-1 a mérkőzés állása a 10. percben. A jobb kapufáról vágódott a labda a hálóba. Egyenlít tehát a maraton. Horváth Zoltán. Horváth Zsolt. Halmai támadta hátulról. Horváth Zoltán. Tóth Péter. Csókának gurítja haza. Winkler lépett ki. Winkler még mindig fölé. Horváth Zoltán. Winkler állt elé. Horváth pedig lökött rajta egyet. Maraton szabadrúgás. Winkler. Jánosi előre, aztán most már Major. Vég. Jánosi. Szöglet. Tóth Péter piszkált bele. Jánosi. Nem volt túl erőteljes kísérlet. Messze elkerülte a labda a kaput. Horváth Zsolt. Jánosi lép közbe, szép volt a szerelés. A passz sem volt rossz, pontosabban az elképzelés. Molnár Zoltán azonban lekésett egy picit az átadásról. Csóka. Major. Halmai vele szemben. Tóth Péter. Horváth Zsolt. Jánosit csapja be, és fordul le. A kényszerítő nem jött be. Jánosi. Major. Winkler. Majdnem becsapta saját kapusát. Sántának visszafelé kellett vetődnie, hogy elérje a labdát. Közben 8-as számmal friss ember a maraton sport csapatában, Györe Zsolt személyében. Kint volt már a labda. Egyelőre a Bretton nem frissít. A piros-fehéreknél még nem volt csere. Jánosi bedobása, Győre fordulna le, de hosszú a labda. A 14. percben járunk, 1-1 a mérkőzés állása. Molnár Zoltán veszi át, és aztán Csóka vetődik ki. Zab Győrét szeretné megkerülni. A maratoni, a szabad rúgás. Vég mozog keresztbe. Csóka. Major.
végfélre, Györe. Tisler fölé. Ötös számmal Tisler Ferenc a pályán, tehát a maratonban. Horváth Zsolt, ez jó labda Majornak, egy picit azonban mégis hosszúnak bizonyult. Winkler. Györe. Horváth Zoltán volt erőszakos, és Györe kezére pattan a labda, kap ezért egy sárgalapos figyelmeztetést, amely 2 perces kiállítást von maga után. Emberhátrányba került tehát a maratonsport. Ez egy óriási esély a Breton RT-nek, hogy ismét megszerezze a vezetést. Kérdés, ki tudják-e használni a fehérmezesek ezt az emberelőnyt? Hát majdnem sikerült. Már rögtön a szabadrugást követően Zab Zoltán vette célba a maraton kapuját közvetlen közelről. És akkor ezek szerint Sánta hozzá sem ért a labdához, hanem a kapufáról hagyta el a játékszer a pályát. Kirúgás. Molnár Zoltán csúsztatta meg, Csókának ez csemege volt. Horváth Zoltán. Tóth Péter. Zab. Ez egy szép megoldás volt. Winkler, kint van. Horváth Zoltán dobta haza a labdát. Horváth Zsolt, Tóth Péter. Horváth Zsolt kapja vissza. Zab mozog középen, Horváth Zoltán az alaponalnál, Horváth Zsolt. Major pedig a jobb szélen. Horváth, Major, Winkler, aki figyelt középen. Horváth Zsolt. Egy kütény végnek. Horváth Zoltán azonban nem tud mit kezdeni a labdával, inkább taszít egyet az előtt álló Tisleren. Továbbra is marad az 1-1-es mérkőzés állás. Akkor, amikor még 1 perc hátra van a maratonsport kiállításából. Sőt, már talán kevesebb, mint 1 perc. Le is telt a 2 perces büntetés, most jöhetett vissza Györe, Horváth Zsolt. A Breton tehát nem tudta kihasználni az ember előnyt. Györe. Horváth Zsolt bedobása, vég. Tisler. A 18. percben járunk, Tisler. Györének tette volna vissza a szélre. Nem volt pontos a passz. Csóka. Tisler fejeli le. Györe még megmentette a vonal előtt, azonban a Breton játékosához, Tóth Péterhez került a labda. Tisler. Tóth. Vég lép ki. Györe. Szabálytalan volt a bedobás, pontosabban Csóka véb Györe lövését fogta. Winkler ballót előzte meg.
11-es számmal, tehát új játékos a Breton RF-ben, Való Sándor személyében. Horváth Zsolt, ez szép, gyönyörű megoldások, 2-1-re vezet a Breton, Zab Zoltán a gólszerző. A 19. percben. Kettő egy az eredmény a Breton javára. Zab még Sánta kapust is elfektette, és aztán a kapu közepébe emelt közvetlen közelről. Kovács László emelte be középre a labdát, de Győrét megelőzték. Balló, Horváth Zsolt nem találta el jól a labdát. Horváth Zsolt, Sánta véd, látványos vetődéssel, és az ismétlést is fogja a kapus. Balló Sándor próbálkozott. Major. Vissza a kapusnak. Zab. Tovább perdítette, Tischler szelidíti meg a labdát, aztán Györe gyönyörű csellel csapja be Majort. Györe még mindig Tóth Péter keresztez. Horváth Zsolt pedig ott volt Győre nyakán. Tóth, Balló, be középre, Winkler ér vissza. Szöglet. Győre. Hidegvérrel állította meg a labdát és tette ki. Győre. Kovács László húzza a bal szélen. Horváth Zsolt pedig megakadályozza, hogy indulhasson a maraton. 22. perc, 2-1-es Breton vezetés. Végbedobása. Tischler tette tovább, aztán Horváth Zsolt most már a labdával. Major visszafelé mozog. Horváth Zsolt. Winkler. Ballót előzte meg. Egy eladott labda. Zab. Nem találta el jól a labdát. Sánta. Tóth fejeli vissza. Balló. Zab. Horváth Zsolt. Major indul meg. Tischler fejelte le a labdát, megakadályozva ezzel, hogy a Breton gólhelyzetbe kerüljön. Tóth. Vég. Horváth Zsolt űzi hajtja, Győre. És aztán Major most már. Rossz a passz, Winkler lépett ki. Winkler. Horváth Zsolt taszít rajta egyet. Maraton szabadrúgás. A 23. percben Tischler, két tagú a sorfal csúkának kellett figyelnie. Végbedobása. Fodor termet középen. De a kapura már nem tudta tenni a labdát. Horváth Zsolt. Tóth. A zöldmezesek már a Breton tér felé megpróbálnak zavarni. Horváth Zsolt. Tóth. Csóka. Kapusig, Sántáig. Vég. Távolról. Ez Csókának nem okozhatott gondot. Tóth. Horváth Zsolt. Zab. Nem értették meg egymást most a fehérmezesek. Vég. Tóth Péter. Winkler lép közbe.
bedobás következik. Az első félidő utolsó percében járunk már. Winkler. Fodor. Winkler. Kint van a labda. És a bedobást már nem végzi el a Breton RT. Vége az első félidőnek 25 percen játék után, tehát 2-1-re vezet a Breton RT. Egyes Breton vezetés, tehát egy fél időnyi játék után. Az eddigi gólszerzők a 9. percben, Horváth Zoltán szerzett vezetést a Bretonnak, aztán vég a 10. percben egyenlített, majd a 19. percben Zab Zoltán szerzett ismét előnyt a Bretonnak. A Maratonsport együtteséből több kulcsjátékos is hiányzik. Itt az utolsó fordulóban Emperger is sérülés miatt hiányzik, valamint Molnár Zoltán sem vállalta a játékot. Molnár Zoltán, illetve Szabó Zoltán, elnézést. Szabó Zoltán tehát a gólvágója a Maratonsportnak, és ő most nem lehet jelen. Balló. Fodor vele szemben. Horváth Zsolt. Halmai. Fodor. Végzárkózik fel a támadáshoz. Major. Halmai. Fodor. Még megmentette a vonal előtt. Halmai pedig belebonyolódik a labda kezelésbe. Róla megy ki a labda a játéktéren kívülre. Csóka. Balló. Halmai. Halmai még mindig. Horváth Zsolt. Balló. Horváth Zsolt kapja vissza. Kovács. Balló érkezik és szerel. Vég. Kovács. Tóth. Borostyán tette át a túloldalra a labdát. Balló pedig mutatja, hogy 20 centi hiányzott érzése szerint. Kovács. Balló. Fodort csapja be. Gyönyörű lövés. A kapufáról jön ki a labda. Sántán már túljutott a labda. De marad a 2-1-es Breton vezetés. Nincs újabb találat tehát. 2 perc telt el a második félidőből. Csóka. Tisler. Major fejelte haza. Balló kéri és kapja is a labdát. Horváth Zsolt. Tóth. Hiba végtől, Sánta segíti ki.
csapattársát. Balló. Sánta lép ki, és fogja a labdát. Halmai. Még mindig tartja a maraton 10-es számú játékosa a labdát, aztán Tischlerhez passzol. Tischler nem találja el a kaput, pontosabban az igen, de csak oldalról. Így marad a 2-1. Tóth. Horváth Zsolt. Borostyán. Vég volt, szabálytalan. Mint egy 10 méterről végezhet el szabadrúgást a Bretton RT. Az a 10 méter pontosabban 9, hiszen Balló a szaggatott vonalra helyezte le a labdát. Horváth Zsolt. Balló fölé. Horváth Zsolt. Balló. Tischler. Fodor. És aztán vég. Sánta. Vég. A maratonsport eddigi egyetlen góljának szerzője. Aztán most már Borostyán, Horváth Zsolt. Kint van. Tischler. Nem volt pontos a labda. Egyébként Halmai nem indult be időben. Horváth Zsolt. Jánosi mellett tolja meg a labdát, és aztán kivezeti. Vég. Csóka szedi fel a guruló labdát. Major, csóka ismét. Horváth Zsolt. Balló mozog a labdáért visszafelé. Jánosi mellett lő az oldalhálóba. A második félidő 6. perce, 2-1-es Bretton vezetés. Vég táncol a labda mögött. Halmai. Borostyán. Horváth Zsolt szelidíti meg. Borostyán. Tóth Péter. Helyezkednek a Bretton játékosai. Balló. Major hiába indult be. Ő nem kapta a labdát. Tóth. Csóka. Balló. Fejjel csúsztatta tovább, de nem volt veszélyes a kapura. Jánosi, Molnár Zoltán, Majorban akadt fenn, Tischler, vég, Jánosi, és aztán Tóth Péter piszkált bele végül, és csóka mentett szögletre. Molnár Zoltán sarokrúgása bedobással ismételhet. Vég. Középre fejel, Zab pedig kifelé. Jánosi. Csóka kíséri ki. Halmai. Vég. Molnár Zoltán, váratlan lövés, csóka véd. Vég, Jánosi.
Végig ismét Tisler. Borostyánban akad el a labda. A kapusnak kellett kifutnia helyéről. És felszabadítania. Balú esik el a hatoson belül Vég mellett. Balú Sándor 7 méteres reklamál, de a játékvezetők sípja néma marad. Nem is igazán történt semmi, Balú. A második félidő 10. percében járunk. Tisler volt szabálytalan. Vég. Tisler balú elől ment. Balló bedobása, Borostyán fejel fölé. Tisler. Halmai. Tisler fejel csókavéd bravúrral. Szöglet. Tisler próbálkozik ismét. Most lábbal. A labda pedig messze elkerülte a kaput. Zab. Borostyán indul be és mozog keresztbe. Tisler. Csóka. Vég. Rossz helyre. Major. Horváth Zoltán. Jánosi lép közbe, és eredményesen. Aztán most már Halmai a labdával a bal oldalon kapura teszi, de csóka véd. Major. Györe szabadít fel. Molnár Zoltán, Jánosi rossz helyre. Ebben több lehetőség volt. Csóka. Megzavarták őt is, Jánosi. Vég. Nem érkezett be robbanó ember. Csóka. Zab. A vonal mellett Major. Tóth engedi el. Csóka. Tóth kapja vissza. Molnár Zoltán futtatják meg a Bretton játékosai. Horváth Zoltán 3-1. Zab Zoltán vetődött bele a labdába, Sántát megelőzve. És így 3-1-re vezet már a Bretton RT. Mindez a második félidő 13. percében. Zab Zoltán második gólját szerezte a mai mérkőzésen. Györe. Winkler. Hátra a kapusnak. Sánta előre vágja. Vég.
csóka. Jánosi. Zab. Jánosi szerelte Horváth Zoltánt, aztán most már a Major a labdával. A kapusának adja hátra, aki rögtön előre íveli, Györe pedig lefejeli a labdát. Jánosi szépen szerezte meg Molnár Zoltán. Hátra kellett adnia, hiszen szorongatott helyzetben volt Tóth Péter is, Horváth Zoltán is támadta. Winkler. Major. Winkler ismét. Györe segíti ki, Molnár Zoltán. Horvátot kerüli meg. Vég. Nem tudja betenni. Csak most Györe érkezik mellé. Négy zöldmezes is ott volt a Bretton kapujánál. A védők pedig létszámhiányban küzdöttek maraton támadóival szemben. Azonban továbbra is marad a 3-1-es Bretton RT vezetés. Zab Zoltán bedobása Györe fejeli ki, Tóth Péterig jut el a labda. Csóka. Egyből előre Györe vissza. Vég. Eddig jó. Hát az apró termető Molnár Zoltánnak ez a labda magas. Második félidő 15. percében járunk. Két gól a Bretton előnye. Jánosi. Vég. Borostyán. Horváth. Csóka. Zab. Winklárral ütközik. Horváth Zoltán szabad rúgása, és végről megy ki a labda. Így szöglet következik majd. Winkler önfeláldozó. Tóth Péter bedobása. Györe fejeli ki Horváth Zsolt. Őt pedig Vég zavarja. Molnár Zoltán, ez szép játék, gyönyörű gól. Egy remek kontrakció a maraton sportjátékosaitól. Szép összjáték Vég Zoltán és Vég Tamás és Molnár Zoltán között. És végül Molnár fejezi be az akciót mégpedig. Egy remekül eltalált lövéssel, amely a kapuban kötött ki. 3-2 az eredmény tehát. Akkor, amikor 7 perc van hátra a mérkőzésből. Winkler. Molnár Zoltán. Tóth. Zab. Major. Györe. Györe még mindig a bal szélen, aztán leadja a vonal mellé Jánosinak. Csóka pedig kidobja a labdát. Horváth Zsolt végérkezett vissza. Most a zöldmezesek mindent megpróbálnak, hogy
segítsenek a hátralevő időben. Zab. Kint volt már a labda. Winkler. Sánta vágja előre. Csóka. Egyből gurítja ki a labdát. Major indul meg. Horváth Zsolt rossz helyre teszi vissza. Jánosi. Horváth Zoltán érkezik. És szerzi meg a labdát. Aztán lő. De Györe lépett közbe. Szöglet. Cserél közben a maraton. Halmai érkezik Györe helyére. Aki a lábfejét fájlalja. Horváth Zoltán szöglete. Halmai, aki útját állja a labdának. Horváth Zoltán bedobása most már Tóth Péter elől, pedig vég fejeli ki. Molnár Zoltán indul meg. Major mellett elmegy. Molnár, csókavéd! Jól őrizte a rövid sarkot a kapus. Véglővése pedig erőtlen. Tóth, csóka, Horváth Zsolt. Tóth Péter. Csóka. Horváth Zsolt fejeli vissza középre. Zab pedig elcsúszik abban a pillanatban, amikor a labdához ér Major. Időlegesen felszabadítja a Bretton kapuját. Jánosi. Bedobás. Halmai fejel, de a kaput nem találja el. Tóth. Három perc van hátra a mérkőzésből. Jánosi. Halmai. Major szerzi meg tőle a labdát. Három fehér mezes, és most már három zöld mezessel szemben. Halmai ér vissza időközben. Tóth. Halmai. Bretton bedobás következik. Zab. Horváth Zsolt. Még mindig ő. Jól teszi be középre, Zab pedig lekésik. Hajszállal ugyan, de lekésik a labdáról. Molnár Zoltán. Ez nem volt túl jó megoldás. Három kettes Bretton vezetés. A mérkőzés végéhez közeledve. Horváth Zsolt. Sántát egy picit megzavarta a pattogó labda, de végül hárítani tudott. Vég. Horváth Zsolthoz kerül vissza. Horváth Zsolt még mindig a másik oldalt szerette volna játékba hozni. Winkler bedobása időközben. Tóth Péter visszafejeli a feladónak, Winklernak. Zab szerez labdát, és gördületesen nagy gólt lő a léc alá. Ezzel azt hiszem megadva a kegyelemdőfést a maratonsportnak. Zab Zoltán mester hármasa, és ezzel már 4-2-re vezet a Bretton RT. Másfél perc van hátra körülbelül a rendes játékidőből. Vég a labda mögött a szabadrúgásnál. Halmai. Bedobás. Vég. Halmai kapja vissza. Major kapott egyet a bokájára. Major most már talpon.
a labda pedig játékban. Szám nélküli mezben Horosz György a pályán. A Maraton Sportban most kapja a labdát, ő is játék lehetőséghez jut tehát. Így a bajnokság utolsó perceiben Horváth Zsolt. Zab. Két tagú a Maraton Sport sorfala. Horváth Zoltán a labda mögött. A labda pedig a kapu mellé száll, és vége a mérkőzésnek. Ezzel tehát a Bretton RT a harmadik helyen zárta a 2002-2003-as bajnokságot, a Maraton Sport pedig minden bizonnyal a hetedik helyen végez, de hát ez a többi mérkőzés eredményétől is függ. Tehát a végeredmény Bretton RT Maraton Sport 4-2, Zab Zoltán Mester 3-asa, Horváth Zoltán, illetve Vég Tamás és Molnár Zoltán góljaival alakult az eredmény. Tehát még egyszer Bretton Maraton 4-2. Úgy tűnik, az utolsó fordulót nem vették túl komolyan a csapatok, hiszen ezen a héten két mérkőzés is elmaradt. A Szita KKT és a Bádogos sem állt ki ellenfelével szemben, így a Klubfeca és a Szépházak is mérkőzés nélkül gyűjtötte be a 3 pontot. Lássuk a többi találkozó összefoglalóját. A Cooper SC és a Folyák BT összecsapásán már csak arról születhetett döntés, hogy melyik csapat foglalja el a legjobb kieső pozícióját a végelszámolásnál. A zöldfehérben játszó Polyák cserejátékosok nélkül állt fel, és az általában pályára lépők közül csak 3-an voltak jelen. A Cooper már a 3. percben vezetést szerzett, azonban a Polyák BT a félidő derekára megfordította az állást. A kékmezesek azonban ismét előnyhöz jutottak, de ellenfelük egészen a 2. játékrész közepéig nem engedte meglépni sorstársát. A Polyák tartalékos csapata nem bírta szuflával az iramot, és a Cooper SC állva hagyta a zöldeket. A Cooper szépen búcsúzott az első osztálytól, 8-4-re nyert. Most is azt mondom, hogy a bajnokság elején, hogy ennek a csapatnak a középmezőnybe kellett volna végezni. Hát, hogy amiért nem sikerült, azért végül csak mi tehetünk róla. Mi lesz majd a másodosztályban jövőre? Visszakerülünk, remélem. A középmezőny két csapata mérte össze erejét a Cséplusri Atlantis Pub MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Találkozóján. A fekete-fehérmezes MÁV a 7. percben szerzett vezetést, és a mezőny legidősebb, ám cseppet sem lelketlen csapata a Cséplusri cserejátékos nélkül sem adta fel. Helyzeteket ugyan kidolgoztak a kékek, de nem tudták bevenni a vasutasok kapuját. A MÁV a 2. félidő elején olyannyira elhúzott ellenfelétől, hogy látni lehetett, eldőlt a 3 pont sorsa. Szabó Józsefék a végén azért megrázták magukat és kozmetikázták az eredményt. A MÁV gépészet 6-2-re győzött. Most lehet sajnálni azokat a mérkőzéseket, amikor nem tudott eljönni a kapusunk. 3 vagy 4 mérkőzésen nem jött el, és akkor általában egy döntetlen játszottunk az utolsó helyezettel, és egy sok pontot elhullattunk, de különben is több játékosunk sérült volt. Én akkor tavasszal mondtam neked, hogy a csapatban bent van az, amikor megkérdezted, emlékszel rá, hogy hányadik lesz a csapat. Én nagyon örülök a 4. helyezetnek, mert úgy érzem, hogy 4. hely megvan, 4. helyezésnek, és ha nem hallatjuk el pontot, akár a 2. vagy 3. hely is meg lett volna, de így is nagyon örülök a csapatnak. Csere nélkül játszottuk végig gyakorlatilag a mérkőzéseket, de azt nem akartuk, amit esetleg más csapat, hogy nem állunk ki, és ezzel komolytalanná teszik a bajnokságot. Úgyhogy mondom, és azt hiszem, hogy így viszont azt a cél teljesítettük, amit magunk elé tűztünk, hogy aztán ebből, hogy most milyen helyezés jött ki, az másodlagos. Az volt a fő cél, hogy maradjunk be, megjátszunk végig tisztességgel minden meccset. Itt a Vadász Imre üzeni azoknak, hogy akik úgy érzik, nem csak a banketten kell ott lenni, hanem a mérkőzéseken is, nem a viccet félretéve. Szóval tényleg így azt mondom, hogy azért tisztességesen a többi csapat szemében nézhetünk. A Fevita Turulány mérkőzésből azt lehetett leszűrni, hogy a hűtőgyáriak tulajdonképpen már a nyári lazításra treníroznak az utolsó fordulóban. A kékmezes Turul játékosai már az első perctől letámadtak, és ez eredményre vezetett. De még milyenre? 25 perc játék után már 9-0 volt az állás. A Fevita hiába próbálkozott, továbbra sem tudta góllal befejezni támadásait. Nem úgy a Turul, amely együttes szinte minden akciójából gólt ért el. A végeredmény 17-0 a Turul lány javára. A csapat hogy van megelégedve a teljesítménye? A maival meg vagyunk elégedni, az egész szezon nézve ez katasztrófa volt. Ezt mindenki leeresztett, ma ez jött ki belőle, majd jövőre jobb lesz.
mi az, ami jobb lesz majd jövőre? Feltöltődünk, mert ez valahogy leeresztett mindenki, nem jöttek össze a dolgok, most ami tavaly bepattant, vagy idén kipattant, ennyi, kell egy kis szünet és jövőre jobbak leszünk. A csapatnak köszönöm, hogy ennyire felszívta magát, mert nagyon szép tavaszt produkáltak, sikerült benne haladni az első osztályba. Hát az emberállományt meg kell nézni, és akkor majd meglátjuk, hogy az elkövetkező évben mit tudunk csinálni. Úgy érzem, egy kicsit erősíteni kell, és akkor nem lesz nagy probléma. Úgyhogy hát az magas színvonalú mérkőzés volt, meg kell nézni az éppen bent maradó, meg a harmadik helye közötti talán 5 vagy 6 pont különbség van. Nagyon szoros volt az egész bajnokság, és ez is az a jó ez a szél. Az ezüstérem birtokosa, a Bombon, a bajnokságban mindössze 6 pontot gyűjtő, és így sereghajtó Total Fooddal randevúzott. A papírformának megfelelően a fehérmezes Bombon szerzett vezetést, de a becsületből küzdő Total egyenlített. Mint utóbb kiderült, ez utoljára sikerült a kékmezeseknek az első osztályban. A Bombon már az első félidőben magabiztos előnyre tett szert, és fordulás után ezt a fort csak növelték Csucsánszkijék. A Total Food a hajrában szépített, és így a Bombon 8-2-re nyerte a találkozót. A tavalyi bajnoki cím után a második hely úgy gondolom, hogy egy reális jó helyezés, ugyanis volt egy csapat, amely kiemelkedett a mezőnyből, ezt a csapatot senki nem tudta megszorítani. Mi egy kiegyensúlyozott jó teljesítménye, másodikak lettünk, úgy gondolom, hogy ettől a csapattól ez volt a maximum. Mi felindultunk, akkor nem gondoltuk, hogy a csapatot fogjuk befejezni a bajnokságot. Sajnos szétestünk a végére, sok sérültünk volt, szerintem most már azért is, mert nem volt esélyünk bennmaradni. Nem annyira gyújtottak a sebek, ahogy kellett volna. Ez lett a vége sajnos. Jövőre együtt marad a csapat az egyvében? Hát nem tudok mit mondani, a háromnegyed része csapatnak állítólag igen. Még nem még időt el, hogy együtt maradunk-e vagy nem. Nézzük az első osztály utolsó játékhetének eredményeit. Cooper SC Polyák BT 8-4, C plusz V MÁV Gépészet 2-6, Klubfeca Szita KKT mérkőzés nélkül 3-0, Bádogos Szépházak szintén meccs nélkül 0-3, Fevita Turul Line 0-17, Bonbon Total Food 8-2, Breton RT Maratonsport 4-2. A végelszámolásnál azonos pontszám esetén az egymás elleni mérkőzések pontkülönbsége döntött. A bajnokságot a Szépházak 94 ingatlaniroda nyerte 74 ponttal, második a Bombon 52 ponttal, a bronzérem birtokosa pedig a Breton RT 45 ponttal. Negyedik a Klubfeca, ötödik a MÁV Gépészet, hatodik a Turul Line, hetedik a C plusz V, nyolcadik a Maratonsport, kilencedik a Bádogos, tizedik a Fevita, és amely csapatok kiestek, 11. a Polyák BT 29 pontot gyűjtve, 12. a Cooper SC szintén 29 ponttal, 13. a Szita KKT 25 ponttal, és 14. a Total Food 6 ponttal. Az 1B utolsó fordulójában FC Chelsea Track Trailer 6-6, Fehér Víz Ságépítő RT 3-0, Más Tészta Zöldker 1-1, Dekkebau VDA meccs nélkül 3-0, Hungária Taxi Placbau 2-8, Korral Opsitos 2-5, Fészeképítők Széphő 7-3. A bajnokságot a Fehér Víz nyerte, de feljutott az első osztályba a Track Trailer Köfém 2, a Fészeképítők és a Dekkebau is. 5. a Korral, 6. a Más Tészta, 7. a Placbau, 8. a Széphő, 9. az FC Chelsea, 10. az Opsitos, az 1B-ből pedig a Zöldker, a Ságépítő RT, a Hungária Taxi és a VDA búcsúzott. Az első osztálytól tehát a Polyák BT, a Cooper SC, a Szita KKT és a Total Food búcsúzott. A következő idényben a Fehér Víz, a Track Trailer, a Fészeképítők és a Dekkebau szerepel majd a legjobb csapatok között. Kedves nézőink, ennyi volt már a kispálya, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!